Németországban már bezengték, hogy nem lesz gáz, vagyis gáz van, mert nem lesz fűtés. Több napig is esetleg kimaradhat a fűtés, mert a német gáztárlóban nincsen gáz. Nem lesz villany sem. Ez tervszerű, tehát Kínában kipróbálták annak idején, Oroszország egyes városaiban is kipróbálták. Egyszerűen tervszerűen Európában is le fogják kapcsolni a villanyt, hol itt, hol ott. Hát kísérletezgetnek velünk. Miért is ne? Hát ha hagyjuk. Mi emberek tulajdonképpen csak ilyen bégető valakik vagyunk. Bégetni a szabad, azt meghagyják ezt a jogunkat, bégethetünk. Ettől függetlenül lesznek még áramkimaradások. Az osztrák hadsereg honlapján is lehet olvasni erről, hogy várható, hogy esetleg lesz áramkimaradás, akár egy hétig is. Hát erre bizony alaposan fel kell készülni. A német videókból megtanulhatjuk, hogyan kell melegedni, hogyha nincsen fűtés a lakásban az áramkimaradás miatt, vagy a gázkimaradás miatt. Az androidos telefonok sem fognak működni, hogyha áramkimaradás van, miért is működnének. De ha veszünk ORH-s telefonokat, telepper együtt, akkor a legfontosabb családtagjainkkal tudjuk tartani a kapcsolatot, úgy 10 kilométeren belül ezek azért jól hatnak. Miért gondolják, hogy ilyen nem lehet? Hát gondoljanak vissza, a Facebookot lekapcsolták az egész világon. Ugyanúgy az egész világon le tudják kapcsolni a villanyt. Ilyenkor a családnak össze kell gyűlnie. Miért? Mert ha sokáig nem lesz elektromosság, akkor beindulnak a fosztogatások. Hát nem lehet bemenni a boltba. Ha nincs elektromosság, akkor nincs víz. Nem lehet bemenni a boltba, hogy kiígyük az ásványvizet, hát majd betörik. Beindulnak a fosztogatások. És egy ember nem marad meg a fosztogatás körülményei között, amikor éhes, éhes embertől meg kóborol az utcán. A pszichológiailag megzavarodott embercsoportok rohangásznak a nagyvárosokban, természetesen felfegyverkezve. Hiszen ha netán, ne adj Isten, ez megtörténne, hirtelen annyi fegyver fog megjelenni, hogy semmilyen helyi hadsereg nem fog segíteni. Tehát reggel össze is a saját elektromos játékszereinket kell olyan állapotba hozni, hogy a saját rokonainkkal kapcsolatot tudjuk teremteni, és össze tudjunk gyűlni. A másik feladatunk, hogy már most tartalékoljunk élelmiszert, ezt mondják már Németországban is, ezt mondják már Ausztriában is, hogy tartalékoljunk élelmiszert, száraz tésztát, száraz ételeket, konzervet, vizet mindenképpen. Sok húst ne vásároljunk, mert ha tényleg kikapcsolják az áramot, akkor a hús megromlik. Ezek normális, tervszerű kikapcsolások lesznek, hogy csökkenjen a lakosság létszáma. Egyszerű. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!